Aláírta a megújított együttműködési szerződést a Katasztrófavédelem Központi Múzeuma és a Bonyhádi Völgységi Múzeum. Több évtizede dolgozik együtt ez a két intézmény, idén azonban a Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület is csatlakozott a fúzióhoz. Nekünk ez nagyon fontos, hogy a civil közösséget, a tűzoltóságot is be tudjuk vonni a tűzoltóság múltjának a bemutatásában. Az együttműködési megállapodás során ennek a kereteit fektettük le, hogy a múzeumok szakmai irányítása mellett hogyan tudnak ők segíteni, hogy tudják ezt a kiállítóhelyet bemutatni, megismertetni a helyi és a nem helyi érdeklődőkkel, főleg a gyerekekkel és az ifjúsággal. Az ötlet gazdája a Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület volt. Miklós Roland, az öt elnöke elmondta, nagyobb részt szeretnének vállalni a helyi tűzoltó múzeum bemutatásában és az állagmegóvásban. Megpróbálnánk több diákot, óvodást, mindenkit elvinni a múzeumba, bemutatni a múzeumot, kicsit beszélni a régmúltról, az egész 21. századig, hogy hát ha a kedvet kapnak, akár belépni a későbbiek során belépni a Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Egyesülethez, vagy esetleg csatlakozni a hivatásos állományhoz. Farkas István Gergő, a Völgységi Múzeum vezetője azt mondja, ők a szakmaiságukkal és a múzeum pedagógiai tudásukkal járulnak majd hozzá a tájékoztatáshoz. Emellett rengeteg programot és előadást szerveztek az elmúlt időszakban is a Tűzoltó Múzeumban. Elég nagy az érdeklődés, azt kell, hogy mondjam. Tehát főleg, hogyha a gyerekek ellátogatnak hozzánk, akkor általában mindig találnak olyan dolgokat, ami felkelti az érdeklődésüket. A Tűzoltó Múzeumban meg kifejezetten. Tehát ott azért ez egy nagyon hálás téma. Az együttműködés célja a tűzoltóság népszerűsítése, hogy minél több ember megismerje és megszeresse ennek a hivatásnak a szépségeit.